A te kettő nézzék is egy új kis játékép van itt a kezünkben, ami karácsonyra lehet, hogy tökéletes lesz még hozzá. A Sphero golyót lehet, hogy ismeritek, és attól a cégtől az Orbotix-tól most egy kis újabb kütyű jelent meg még hozzá, az Oli. A Sphero Oli, így hívják teljes névvel, egy dupla angyalos kis motorozott, hát most már nem golyó, hanem egy kis guruló valami igazából, nem lehet nagyon könnyen kifejezni, akár tanknak is lehet nevezni, mert tényleg ilyen jó kis gumizott kereke van, és Bluetooth-on majd 30 méteren belül tudunk vele akár 23 km per órával sebességgel menni, ami 6 méter per másodpercre lehet kiszámolni. Itt a hátulján még kicsit rá van nyilva, hogy még lehetne hozzávenni különböző színű ilyen gumilábat is, mivel mindegyik dobozban majd kék lesz, de még vannak más színek is, akár nem is kell rárakni, és akkor csak a műanyag lábán gurul, ami azt jelenti majd, hogy kicsit tud driftelni is, vagyis csúszkálni az a földön. Van hozzá iOS és Android app, vagyis használhatjátok vagy iPhone-nal, vagy Android-dal. Én most már mindjárt a Note 4-el fogom itt vezetni a készüléket, és az az jó még benne, hogy egy egész órán át lehet vele menni jobbra-balra, nem kell olyan sokszor tölteni, mint mondjuk egy drónt, de 3 órán át kell majd utána bedugni microSD-re, ami itt megint az előny, hogy microSD-vel akár külső aksival is fel tudjuk így tölteni, hogyha magunkkal viszünk valamerre egy 10 mAh-es külső aksit mondjuk, akkor bárhol fel tudjuk tölteni, és nem is kell majd áramforrás hozzá extra. Vannak benne még kis lámpák is, amely mindjárt láthatok, hogyha itt megyek a háttérben körbe-körbe, most azért ülök itt a földön, aztán csomagoljuk ki a készléket, és megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki, meg hogy kell összerakni a Sphero Olit. Elég fura egy kis név, de ja, itt is már van a készlék, látjátok, hogy majd van benne gumiláb, kék és egy kis műanyag, amit itt az oldalán rá lehet így húzni, aztán itt a Sphero. Ugye még részletben megmutatom, kis manual, hogy el tudjuk majd olvasni, útmutató, hogy hogy kell használni, egy kis garanciafüzet, ami nem annyira érdekel, plusz még egy kék microSD kábel, hogy majd fel is tudjuk tölteni. Töltőkészléket nem raktam bele, spórol egy kicsit itt a Orbotix, de hát mindig számítógépre rá lehet dugni, vagy hogyha van egy mobil készlék töltőtök az általában, vagy microSD-s, vagy hogyha Apple-től van, akkor ki tudjátok húzni a Lightning kábelt, és ezzel a microSD-vel is majd feltölteni. Itt látjuk majd, hogy nagyon könnyű használni, tényleg csak össze kell rakni, be kell dugni az áramba, le kell tölteni az appot, ami persze ingyen van, aztán rá csatlakozni Bluetooth-val, és már mehetünk is, és hogyha lenne valami kérdésetek, akkor support.gosphero.com alatt rá tudok találni minden válaszra, lehet, hogy most fókuszál a kamerám, és azt el tudjátok olvasni, hinni. Úgyhogy lássuk is, hogy ezt hogy kell összerakni, nem olyan nehéz, ahogy említettem, rá kell húzni a gumilábakat. Azt talán a legnehezebb rész az egészben, mert relatíve könnyen rámegy, csak el kell találni azt, hogy milyen szögben. Aztán a kis műanyag lefedőket itt az oldalán, azért kell csak rárakni amúgy, hogyha megy, és így oldalra tudok hát trükközni, és megint fel tudjon állni, mert lapos legyen itt az oldala. Ahogy említettem, a gumilábot nem kell állni, mert ezen a sima műanyag felületen is tud gurulni. Persze nem olyan gyorsan indul majd el, de majd jobban tud driftelni. Inni, húzzuk rá a műanyag lábát, és inni, háromszor kattant, és akkor látjuk is majd, hogy itt van a Sphero logó. Nincs hát semmilyen gomba, amúgy 5 percen belül kikapcsolom majd, hogyha már kiúsztak az áramból, és érzékel, hogy nem fogom a mobilra sem vele semmit, és hogyha a mobilnál és az appből kimegyünk, érzékeli azt is, és már is kapcsolja magát, és akkor már nem fog világítani. Különben hátulján itt látható, hogy van egy microSD dugó, el körülött is van egy LED, ez már különböző színekben tud világítani, attól függően, hogy mennyire van feltöltve, méghozzá egyszer pirosan, hogyha töltődik, és zöld, hogyha már 3 óra lejárt, és teli van az aksi. A hátuljára azon rájában, hogy Chinából van, persze Kínában gyártották, és Boulder, Colorado-ban volt az ötlet hozzá. Most le is akkor ide, és annyit kell csinálni, hogy tényleg elindítom az appet. Inni. Előtte persze be kell kapcsolni a Bluetooth-ot, nagyon fontos. Most azt mondja nekem itt az app, hogy tartsam ide az Olit. Connecting, azt mondja, elkezdett világítani. Lerakom.
És ennyi is volt, már benne vagyok itt az ebben, és már tudom is vezetni, lehet, hogy kéken világít itt a háttérben. És most az a jó, hogy azzal, hogy így raktam le, amikor konnektáltam hozzá, azt jelenti, hogy most előrefelé akarom menni, van ez a kis kör, és hogyha ezt a kis pöttyöt előre fogom itt mozgatni, akkor elkezd majd előrefelé gurulni, és már ki is gurult a képből, úgyhogy menjünk hátrafelé. De azt jelenti, hogy megfordul és hátrafelé megy, nem tud direktben hátrafelé menni, mindig úgy megfordul, hogy mindig előrefelé megy. Úgymond attól függően, hogy melyik irányba akarom menni. Például, hogyha most jobbra akarom menni, vagy erre volt egyenes, jobbra akkor jobbra húzom, megfordul jobbra és elmegyünk jobbra arra. Talán még látszik, igen, ott hátul, elmegyünk balra, az azt jelenti, hogy most visszajön ide, abban nem akad. Előfordul az ilyen, úgyhogy kicsit amarra megyünk, sőt kicsit vissza. De ez elég unalmas, hogyha csak így mennénk körbe-körbe. Persze elég gyorsan tudnék vele menni, csak akkor már is kimegy a képből. De ami igazából érdekes az, hogyha megfordítjuk a táblát, vagy a smartphone-t, okostelefont, akkor tudunk trükköt is csinálni még hozzá. Itt oldalt van egy kis rész, ahol egyszerűen az ujjamat átom rajta húzni, és akkor elkezdi pont olyan irányba forogni, és hogy túl gyorsan csinálom, akkor elkezd pörögni is, ami tök jó, például így körbe-körbe-körbe. Ki is ment már a képből. Én még, csinálom még egyszer. Most nem körbe-körbe, nem csak fel, le fogom mozgatni az ujjamat. És így szépen meg lehet öljíteni a kis szférót, ami elkezd el tud közelebb forogni, és akkor így elkezd különböző színekben világítani, és lehet azt is, hogy csak, hogyha csak megérintem, akkor nem történik semmi, de hogyha tényleg így elkezdem így lehet így vele játszolozni, és akkor mindenféle fura trükköket csinál majd, és visszafordítjuk, akkor meg simán megy majd jobbra-balra. Ennyi is volt a bemutatója a Sphero-nak, 80-90 euróért Németországban, Magyarországon gondolom hasonló áron lesz, 30 ezer forint körül. Közben nézzetek, nevem Gábor Lázs, és legközelebbig a Tech2-vel, ne felejtsetek el minket abonálni.